és nem borultam föl. Na. És hallok egy repülőt. Ez egy lehetséges. Várj, akkor beállítom a légvédelmemet. Na, most ez kajak, nem tudom, hogy a játékban van, vagy itt. Hozzá még egy konkrét szlebet, ember. Nem tudok. Értsd már meg. Nem fér rá. Nem. Nincs darum sem, amivel rátegyem. Nem. Sem tudsz sem. Nem, jó, oké. Okay. Ne haragudj. Na mindegy, a híphoz kéne. Jó van. Örülök. Fölvettem még egy olyat, amihez daru kell. De figyelj, recovery és akkor hozzál te is. Hát most... Ja, azt is lehet, de felfedezem ezt a North valamit. Itt hagytam, fia, itt van egy trailer store, ahol most felfedeztem. Szia, Ati is, itt vagy előttem. Halihú, szia. És azt a trailer, konkrétan ott hagytam neked a trailer store mellett. Nagyon kedves. Hogy de hogy kerültem oda? Eléd, Zoli, azt nézd meg. Mint a szél. Hogy? Hát körülbelül. Ha el akarod adni. Hát majd el szeretném. Már nem biztos, lehet, hogy még szükségem lesz rá. Ott hagytam a trailer store előtt konkrétan. Kösz. Egyébként ismételten zárójelbe teszem hozzá, hogyha én most ezt kontrollerrel csinálom, én olyan szinten borultam volna már meg, vagy háromszor. Biztos nem, kontrollerrel sokkal stabilabb az autó, ezt megmondták. No way. Mondom, hát itt van, játszok kontrollerrel, egyszer nem borultam. Az elmúlt 10 perc. Mit csinálsz? Mert te nem úgy vezetsz, mint én, tudod? Hát az biztos. Ésszel megyek, tudod? Itt egy kezemben a kormány, másikban meg a tea. Ja, tényleg tea, nekem jó, kell pohány. De már hidem. Itt tényleg van kanyar, vagy csak én képzelem? Van kanyar, igen, van kanyar. És erre is kell mennem, hagyjam. Igen. Mit csinálsz ott? Én fedezek föl neked Watch Tower-t, aztán tényleg lépek. Jó, nagyon szépen köszönöm. Autó, az autó. Az utcsó Watch Tower-t. Barátom mondta mindig, hogy... All along the Watch Tower. Azaz. Szóval az autógéphez barátom mondta mindig, hogy ez nem kanyar, csak íve van az útnak. Jó. Igen meg. A kanyart kilincsel előre érdemes, vagy illik bevenni. Tudom, vannak ilyen mondások. Na, én itt átmegyek valahova, itt föl kell feleznem valami North Roadot. Jó. Itt van egy ilyen kis... Cam. Ide kell mennem? Cimista Northern Road. Nem tudom, nézd meg. Ási. Northern Road, hát mi? Ási. Igen, a tahométerem az már be van ketyekbe alaposan. The road we're using to reach the center is in fact to the tracks. There's another road heading off. Ah, na végre. Need to check if more accessible. Gyerünk hát, már. Ja, megnézem. Menni fog. Hiszen Igen. Igen. Döntjük még ezt Milyen a kis kerítéset itten. Most megyek vissza a Kvarniba, mert ott kell felfedezni valami északi utat. Azt mondja. Várja, állj. A Pathfinder fő misszióba. És akkor itt én nekem merre kell itt jönnöm, ittene? Hú, az anyád. Hát ott elég nehéz lesz ott átmenned. Ott le kell menned a hídig, és ott átcamogni. Látod fönt fedest. Nem érdemes ott fönt menni? Nem próbáltam azt az utat, mert ezt nem ismertem. De Andor, esetleg meg tudod mondani, hogy itt Zimmegorszba? Zimnegorszkba. Érdemes itt fölül elmenni, vagy menjünk itt lent? Ha hallasz. Andor? Ja, Andor. Segíts, ja, ez Andor. Road. Andor, basszus, írásba ez, hallasz, nem, Andor? Andor. Ez nem ide való. Andor. Hozok még cementlapot, jó? Emberek. Hozzál, kérlek. Én most hülyeséget csináltam, mert ez nem... Medium locks. Figyelj, semmi medium baj, hát semmi visszavonhatatlan nem csináltunk eddig. Na. Vélhetően. Jó. Hát viszont akkor már nem kellett volna hagynom azt a kurva után. Na uraim, én viszont most elég jó éjszakát mondok. Jól van. Már igen, csak kifolyt már a szemmel. Ah, mutatom közben, Andor. Úgyhogy jó van. Na. Köszi jó szépen, hogy jöttél, és jó pihenést. Jó éjszakát, Attila. Itt faszkut. Köszi nektek is, meg még jó fuvarokat. Zimnagorszba jutok sikert. Miért Zimnagorszba? Szia. Na, Andorom, az a kérdés, hogy látod, itt van rajtam ez a két konkrét szláb, és hogy itt érdemes az úton menni, és itt fölcsűrni, vagy menjek itt fönn inkább, és ott rövidítsek. Mi a véleményed róla? Upszi. Te figyelj, én recoveröltem. És itt vagy előttem Zimnagorszban, recoveröltem, az hogy?
Hát úgyhogy itt tartok épp. Hát jó, de akkor ezt hogy tudom megcsinálni, hogy másolják a betontömbökért? Hát úgyhogy átteszed az autót a más izébe. Ilyetek, hogy storage olyan is úgy. Uh-huh. Igen. Igen. Azt hittem, hogy automatikusan a trikáberre. Nem. A legközelebbi garázsba tesz be mindig. Ja. Hát viszont itt biztos nincs betonlap. Hát itt nincs. Legalábbis bárja, megnézzük hát, ha... De... Nem, én a bridge-nél próbáltam, nem, nincs. Jó. Nem, hát nincs. Akkor menjek először storage-ba. Drugstore? Nem. Andor esetleg? Láttad, amit? Hallottad, próbál. Amire gondoltam? Quarry, Zindagors, nincs izé, Drownlands. Hát csak Drownlands-be tudok menni garázsból, hogy ott van másik garázs. Aha. Jó. Figyelj, akkor én bátor leszek, megpróbálom a felső utat, mert ott van valami. Próbáld meg, mert akkor én meg oda, ugyanúgy ott utánad oda fogok menni. Hát figyelj, ez itt eléggé. De neked nincs most Twitched sem? Nekem hogyne lenne Twitchem? Figyelj, beírtam, hogy akkum 85, azt mondja, sorry, unless you got a time machine. Igen, mert nem akum 85 néven vagyok fönt. Hanem Akumu Gaming Hun. De miért? Azért, mert az Akumu már foglalt anyád volt. De hát én egyszer... Igen, de nevet változtattam. Kétszer is. Ja. Mert egyszer lett... Ja. Anyád, most okay. Jó. Okay. Egyszer lett Akumu 80... Ugye azzal kezdtem, hogy Akumu 85. De aztán azt mondtam rá, hogy jó, akkor legyen Akumu Gaming. Már mégiscsak... beszédesebb, vagy nem is tudom. De arra meg kiderült, hogy van. Van már ilyen. Hát nem biztos, hogy... Tehát hülyeséget fogok kérdezni. Nyugodtan. Tudsz olyat csinálni, hogy kiveszel nekem is itt egy izélyt, egy utánfutót? Vagy most vegyek ki én, hát ha nem szabadod meg. Hát tudom, hogy kiveszek egyet én. Csak mert akkor már két cementlapot akarok menni, ne csak egyet vinnék. Mindegy, jó. Akkor megyek a faktoriba. Ott kell felvenni, gondolom. Andor, kösz. Na miért, mit mond? Hát igen, anyám már foglalt apámtól. Mit? Mi? Igen. Nem, a név. A névre mondta. Jó, van, bőnt még egy félre, de egy napot átadni. Ez nem biztos, hogy jó ötlet volt el rájönni. Nem. Ez itt? Warehouse. Nem. Hát nem baj, megpróbáljuk erre. Legalább felfedezem. Meg lesz a kihívás. Az achievement. Repair Station Trailer Store, igen. Igen. Nem az kell, hanem nekünk valami warehouse. De a warehouse azt most fogjuk anyárt megnyitni. Factory, és mi? Bocs. Ott egy kavics. Ja, és itt van a konkrét szláv. Jó, hát akkor megyek a factory-ba, felveszek konkrét szlávot. És akkor itt kell... Hát, visszajöttem. Uh-huh. Jó, egy pillanat, kis türelmet kérem. Technikai szünet? Pedig leteszem a fülest. Jó. Hát ezt nem gondoltam át, hogy erre kéne. Mindegy, hát most... Nekem lesz mit nézni, ahogy szenvedek. Villányt is kapcsolunk. Jobbnak tűnik az út egy kicsivel, nem sokkal ugyan. Nincs elég póve. Póva. I got the power. Melyik az út? Ne. Várja. Arra. Megjelöljük. Ezt nem gondoltam át. Jó van. Arra. Jujjuj. I-O. Aucsi. Igen. Hát... Így tanul az ember a hibáiból. Vagy nem.
Nem gondoltam, hogy ennyire nehéz, tudod, mert egyébként szeretem a kihívásokat. De erre nem gondoltam, hogy ennyire nagy kihívás lesz. Az anyja. Jó lesz. Ez jó lesz. Hát igen, ez, egyébként ez is heavy. Vagy ez offroad? Nem tudom már. Á, most jó, most elkapta. Jó, van tapadás. Júj. Mindjárt majdnem fölváltott kettesbe. Figyelted? Hát, igen. Ez vagy offroad, vagy heavy, én nem tudom. De az egyik. Na és megindult. És a pótnak is van alacsony tapadása. Hát... Hát ezt hogy érted, hogy nagyon beletapad a sárba? Ínye. Ah, hát... Ja. Hát ez van. Hülye ember a saját hibáiból tanul. Vagy nem. De van itt valami, várjál. Lehet, hogy egy küldi? Igen, küldet, és azt fölveszük. Hát legalább ezért érdemes volt eljönni. Na, jelen. Hellóka, me too. Már nem úgy me too, csak hogy... Nem az a me too. Nem. Ez nagyon más. Nem arra gondoltam. Na, és hol az út? Ott az út. Hinnye. Mit csinálsz? Hát... Próbálok az úton menni, csak fölvettem... Még mindig a betonlapokat viszed? Hát, kösz, igen. Igen, még mindig azokat próbálom elvinni. Majd a darus kocsi is kell oda egy. Igen? Hát van egy olyan misszió most, amit elfogadtam, amiben van daru is. Uh-huh. Föl kell venni pár dolgot, és majd ha van a járműved, akkor vigyél egy darusat is oda. Van ott járművem, ami... Az ez az... a főső út, ami most mész? Igen. Mennyire és... járható? Hát... Mert az alsó úton ugye egy nagyon kritikus kanyar van, hogy fölmenni ezen a szaron. De a itt igazából, itt mindegyik kritikus. Tűhető. Tehát, akkor nem arra nem olyan vészes egyébként, csak tapadás nincs. Ja, mert a hídnál fölmenni azon a szaron az nagyon nehéz, de a többi része amúgy normális. Aha. Akkor inkább arra menj, légy szíves. Jaja. Erre nem... Hogy mondjam, inkább kihívás, mint hogy nem. Jó. Pont ezt beszéltük Andorral, hogy még jó, hogy megkérdeztem, hogy hol érdemes menni. Ő mondta is. Hopp. Én meg jól hallgattam rá. Hát... Na, azaz. Kiúzta. Ilyen! Ilyen! Jó. Megvan. Na, kettes. Hármas. Szasztoljad, apa. Veled van az erő. Még a kurva sok benya, amit benyeltél. Hát ez tökönszugrás errefelé, erre nehogy gyere. Oké. Ez komolyan. Húzom, hogy mégis kiveszek egy utánkodod, és akkor egyszerre kettő viszek. Akkor nehogy megint lagzol, nehogy megint ledobjon a szerver. Megőrülök, megint elvesztem a pénzt. Jaj,
Van egy elágazódás. Az ugye volt, hogy te kivettél egyet. És ezt nem tudod fölvenni? Azt ott hagytam Zinnagolzban. Ja. Mert az túl nagy nekem, most csak ugye egy betonlaphoz csak egy kisebb szájbor kell. Uh-huh. A rövidebbet könnyebb tudom majd kanyarodni vele. Ja, jó. Most tegyünk a célba, úgyhogy nem kell sok. Az a cél, de hogy is? Hát jó, viszonylagos, hát na. Az a település mellett kell lemenni. Arra a cél. Hát jó, de figyelj, azért itt... Ott van a térjelel szó. Nem tudom, látta, de... A... Majd nézd vissza, hogy milyen helyeken jöttem. Azért ott voltak kérdéses esetleg. Jó, szerintem. Még ezzel a gyönyörűvel is. Na, itt van a trelesztó, itt kell lemennem, ugye? Igen. Nem látom, úgyhogy mondjuk, hogy igen. Bíztatlak, hogy igen. Nem, én nézem közben a térképen a saját utamat. Ja, hát akkor igen. Osom. De hogy csak itt van cementlap az egész régióban. Ah, út! Útnak látszó tárgy. Bocsánat. Na. Igen, azaz, hogy kerüld meg azt a gyártelepet. Igyekszem. Felső része nem tudom, mit lehet felvenni, ott már voltam benne, nem láttam semmi érdekes, az alsó része pedig ott van a trailer store. Jó. Ezt megkerüld, és ott lent, bekanyarodsz, ott lesz lent azért. Azaz, oda kell menni. Van, igen. Bizony. Ott a trailer store, ott hagytam neked amúgy pont a trailer. Köszi. Majd, ha kell, visszaváltod. Az így praktikus, mert akkor saját pénzed áll benne, aztán mégis hiba van akkor. Ja, hát persze, nem para egyébként, mert hogyha most disconnect van, akkor is azért nem... Visszatod váltani, ugye én már vesztettem el egy trailert, azért még csak az 3000 pénz. Hát azért az nem olyan sok. Hát jó. Kétszer elmegyünk farmra, aztán megvan. Vagy egyszer. Jó, oké, de azt meg nem mer, azt meg nem kapom meg. Ó, videó! Oj, nézd oda. 8500, na jó, így már oké. Így. Így. Na, és akkor én most hozom a szemetlapot, én a bridge-ét kezd csinálom éppen, amit megnézed. Hop. Pattognak ott a betonlapok. Ez igen. Na nézzük akkor, hogy mi a következő. Ja, ott van a trailer store, látom. Hettem a pincotnak. Na, ledbolt, hát van ott több is, figyelj, van ott egy sidebet trailer is. Ja, van, igen. Most ugye én a másik mappon vagyok. Aha. Na hát hallelujah, akkor. Van ott valami metal delivery is. Hát azon nem tudunk átmenni egyelőre, úgyhogy... Jó. Megnézem, hova kell mennem. Nekem itt mód. Itt valami érzékeny módon megfordulunk. Reméljük nem bágos és nem zuhanunk be a tengerbe. És szépen tettük le a... Várjál, majd itt át lehet menni. Jó ötlet ez. Nem. Ja, mert hogy ott megcsináltad azért végre. Át lehet menni? Szerinted át lehet ott menni? Át lehet ott menni. Nem tudom, akkor még nem volt ott. Akkor még nem volt ott, amikor én akartam. Jaj, az a feljárat. Osss, azaz. Mondom, meg lehet ezt csinálni. Mekkora döccenő. Hát nem azon részen kellett volna menni. Nem baj, hát most na. Na és akkor most hova megyek? Most megyek le a faktoriba. Ez az. Hol van itt a bejárat? Ott, jó. A másik oldalán van. Igen, látom. Aha. Ott a Broken Bridge, most oda viszek majd az kell a cementlap, amit látszott. Uh-huh. Zimnagorsk Broken Bridge. Szupika. Ez két cementlap. Bazd meg, mekkora egy hülye állat vagyok. Na, mi történt? Hát, ne ostorozz magad. Recovereltem, akkor már cserélhettem volna belőle nagyobb motort is. Bizony. Ehelyett mit csináltam, mentem tovább. Jó van, hát na, hülyeség. Istenem. Oké. Na, ott a trailered, ott áll. Igen, közben csinálok napfényt. Jó. Ez is jó. Opcija. Minek kapcsoltam be a lámpát? Jó. Bár ebbe a ködben még látszik is a lámpa. Egyébként lehet, hogy az este még talán jobb is. Ha nem ködös. Igen. Legalább, igen.
Nagos. Másik irány. Úgy, 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 úgy. Az az. New trailer. Jaj, most vettem fel a sideboard. Én pedig ott álltam mellette, bakker, és beteízte. De nem tudtad volna leadni. Ja nem, nem, csak észre se vette az durva, mert azért az is 30 csillag. Hát most ez is egyébként nem túl sok pénz, de... Most eladod? Ezt még használhatjuk is akár. De mi? Igen, állhatom. 8. Ezt kell magammal hozni, de hát... Nézzük, akkor várjál, itt fölvetted ezt a Lost Instructions-t? Instruments. Instructions? A szíved járja át újra. Hm. Nem értem teljesen, de... Napfény. Ja, napfény. Ah, faszom. Ja. Igen, nem. A Lost Instruments, igen, ahhoz kell a daru. Ember, ahhoz kell daru. Azt mondtam, hogy ahhoz daru kell. Ja. Jó, akkor én itt veszek ki egy... Az egyébként egy... több helyre szét van szórva. Na. Veszek ki egy javítós... Ja, döncit. Magad. Hát, hát nagyon kicsit. Kell neked, úgy látom, van 1% hibád. Hát jó, de viszont benyóba meg jó lenne. Ja, hát az meg egy benyósot vegyék ki. Hát jó, az de hát most... Nem recover, nem... Ripper. Így, mi? Nem ez, te. Te majom. Milyen te hülye macska. Te. Ragacs. Ragacs macska? Ragacs, mert nem voltunk itt 6 napot, és ilyenkor mindig az előtt visszajövök, utána ragacsot játszik. Hallom én. Gyere. Jó, és akkor itt mit csináljuk? Itt van egy upgrade, ezt fölvegyem. Ja, vagy? Azt nem néztem. Az belőle benne van az erdő közepén. Deliver to the warehouse. Jó, figyelj, én akkor az megcsinálom ezt a küldit. Várj, annak a, ez a... Én nem látom, mert egy másperc készletelés van, tudod. Az a küldi. Nem látod? Hát, hogy leviszem ezt az autókát ide a warehouse-ba. Ja, ja, oké. Okay. Ja, oda, abba a warehouse-ba? Hoppá. Hát mindegy, az más. Messze az. De az ugyanazon a szar terepen van, ami átventél. Igen. Bármik után futó nélkül gondolom könnyebb lesz. Na, hogy a bejárat? Ja, és akkor látom, van itt 4 consumables. Ha. És akkor hozzad a izét, ugye? A két konkrétszem. Jó, akkor én megcsinálok darusat, jó? Jó. Jó, akkor azt mondja, hogy átölünk a Vorongrádba. Azt amúgy is itt recover-öljük, mert ez már igazából semmire nem jó. Így. Customized. Igen. Offroad, az jó. Raised. Platform, nem. Az ultra drága gumit fölcsesszük rá. Jó, az van rajta. Okay. Most hogy nyílik innen ki? Most a factory-ban vagyok. És akkor azt mondjuk, hogy ez az a nagy kérdés, hogy a sidebedet és a crane-t föl lehet tenni. Föl! Föl! Ilyen. Jó. Oké. Okay. Jól van. Hát akkor kezdjük is. Itt daruzol vagy a kocsiért? Daruzok, aha. Kocsit meg csak úgy felveszed már közben. Milyen kocsit? Hát mi mondtál, ki kell szállítani még pluszba. Valami autót. Ja, tehát. Nem, azt majd később, hát az most nem olyan lényeges az. Oda. Oda, és akkor itt majd át kell menni, ott majd átmegyünk. Az jó lesz. Jó, és akkor onnan meg van ez, meg... Ah, van. Hol van. Na, még? Ott lent. Ott ott, hogy lehet menni rá. Az anyád! Jó, akkor újra tervezés. Ott lenne a híd alatt, oda úgy lehet lemenni, hogy... Ja, de ott nem tudsz. Oké. Okay. Figyelj, ja, megoldom. Fölmész, és aztán ott le. Az egy ilyen kis cikcak. Azt meg kell tenni sajnos ahhoz, hogy lejjük fel oda. Ezt így megoldom, jó? És akkor utána visszajövünk erre. Itt lejövünk itt. Itt átkavirnyálunk erre. És utána leadjuk emittene. Hú, apa, hogyha ez menni fog, akkor nagyon jó lesz. Na, figyelj, lehet, hogy addigra megcsinálom a hidat neked, szóval mire ezt így csinálod.
Addig lehet, hogy lesz híd, és egyszerűbb lesz a dolgod. Meglátjuk. Én már vonszolom a cementlapokat. Hála Istennek, az a híd, az nagyon fog kelleni. Igen, azért mondom. Csak jut csak vissza vele. Már elhagytam a faktorit. Ahogy jártott, és akkor aztán leugrál az arra kell ott lemenni. Majd. Nem én voltam. Hol kell lemenni? Állj. Itt. Jó. Oké, itt az út. Bármennyire is... Úgy látszik, az egy út. Igen. Használod ezeket a waypointokat, nem? Néha szoktam. Egyébként most... könnyebb gondolom bepöngészni őket. Hát figyelj, kontrollerrel sem olyan iszonyat nehéz. Ja, nem tudom. Jó, kormánnyal viszont igen. Nem, ezt akartam. Itt majd kell lenni fogok. Még egyszer nem kell a térkép anyamat. Jó, az ott. Na. Még jó, hogy ez én. Ó, basszus, ez eszi a... Ja, nem, ez 330-as, jó, akkor semmi, nem szóltam. Azaz. Jó. Megpróbálunk high-ba menni. Hátha. 20 liter! Hülye vagy? Jössz vissza ide. Simán lehet. Ezzel? Ez vadállat. Jó, inkább menjünk ebbe a fixbe. Ja, low pluszba. Uh-huh. De amúgy a high-nál a terheléstől függ, a intern terheléstől függ a... Fogyasztás, jó. Fogyasztás, mert a high-ra amúgy azt néztem, hogy mintha csak sebességet szabályozna. Nem, az állandó. A, igen, az áttétel, de hogy sebességet is szabályoz. Valamint, hogy limitál. Persze. A nő terhelés. Ez egy fix, fix elmény. De tartani akarja a sebességet, akkor növeli a fogyasztást is. Ajjaj. Ajjaj. Ez itt nem olyan nagyon funky hely. Nem biztos, hogy erre kellett volna jönnöm. Andor, mit mondasz rá? Te, mint minden SnowRunner tudás tárolója, vagy nem is tudom, ismerője. Tárolója. Ezer bocsánat. Tároló az. Hát igen, én is így nézegettem, hogy másfelé nem tudok menni. És még esik is. Jó van már. Most... Tudod, mint a Kelly hőseiben az elején. Megvan az a jelenet, és csak azt az egy jót tudjuk elmondani, hogy a saját légierőnk azért nem bombáz minket szarrá, mert épp esik. Ja. Ezt akartam. Tudod, amikor faggatják ki a német tisztet? Nem emlékszem. De a film maga megvan? Láttam már egyszer, igen, valamikor. Egyszer? Ó, hát nekem megvan DVD-n. Kötelező tudomány. Nem csak jutatnék a Szilárd útra. Az mondjuk itt erre nem sok van. A térképen baszódom. Pedig két térképpel arrébb van dolgom. Ács és itt merre. Aha. Aha. Hát itt erre. Erre légy címes. Utána. Emelre, majd Imalda. Én azt látom ebben a ködben ilyen, hogy hol az út. Igen, vannak ilyen problémák. Vannak gondok. De hát figyelj. Igen. Ez a híd még áll. Még. Hogy is hívták ezért a csókát, aki ilyen negatív volt. Állandóan. Na, csodabogára emlékszem.
Gondolj arra a hídra. Pozitívan. Ez egy álomszép híd. Ja, és oda kéne. Ó, anyám. Jó, jó. Jó, jó. Értem a humort. Jó. Figyelj, és álló helyzetben, ha kikapcsolom az all-wheel drive-ot és a diff-lockot, meg fogsz lepődni. Mert akkor mi lesz? Kevesebbet. Kevesebb az üres járása ezének. Tényleg? Na, annak viszont sem értem, hogy nem látom, hiszen annak... nincs mechanikai. Na, mindegy. És mivel lehet itt? És ha üresbe teszed, akkor is? Azt nem. Jó, és mivel lemelek? Amúgy ilyenkor lehet, hogy azzal kéne próbálkozni, hogy üresben kevesebbet fogyaszt. Még ez így ilyen érdekes kérdés, hogy vajon az... Na jó, ezt inkább egérrel csinálom, mert ezt jobban ismerem. Hoppa. Na. R. Emelni akarom. És miért nem? Hanem emelni. De mi van? Ez ennyire nehéz lenne? Ez egy gyenge daru? Úgy néz ki. Azaz. Bogy. Azaz. Nesze. Backcard. Így. Jaj, de nagyon jó helyre tetted. Restore crane. Jó. Igen, és most már csak hátrafelé kell menni. Upszi. Valakit látja az utat? Bar. Ja, igen, az arra ment, azt csináltam én is. Na, várjál merre. Aha, aha. Ugyanarra. Igen, ám de ott majd. Új, de megy. Szegény Attilának manapság nagyon rövid a hitelesség ideje. Hát figyelj, ez sajnos. Hát most nem, mit lehet vele tenni? Hát nem lehet mit csinálni. Jó, hát szegény. Csak nem tudom, hogy mi okozza. Nem is tudom, mondjuk az utóbbi pár napban is ki voltam fáradva, de az... Hát most igazából mindenki, ahogy beszélgettem. 10-12 órát aludtam. Oh, egybe? Hát kellett már, hát előtte ilyen 4-et aludtam kb. Hajnali 3-ra jöttem haza. De én 3 nap alatt nem alszok 12-t. Csak azért kérdezem. Hát már van 2 büdös kölyök. Hát jó, hát rájuk lehet zárni az ajtót. Hát persze, attól ő még üvölt és veri az ajtót. Próbáltad? Na hát figyelj, reggelente úgy szokott lenni, hogy kaparjam, így jelzi, hogy ő fölébredt, vagy... Úgyhogy nem túl sok inzé van opció. Akkor érted, hogy most a kicsi fölébred, akkor ő ugye még 2 hónapos múlt. Ja, csak 2 hónapos. Sok minden... Hát ő a kisebbik, igen. A nagyobbik meg 2 éves múlt. 2 évesen már úgy lehet mit kezdeni, de a 2 hónapossal még... Hogy mondjam? No. Neki ez a progi, hogy eszik, pisik, aki alvás. Na igen, input hát, hogy... output. Csak input output bűvöletek vannak. Hát, ja, hát ez van. Biztos, hogy jó felé jó. De jó felé jó. Nincs más út. Ó, és itt ez az elágazódás, ami... Jaj, ezt elgondoltam. Jó, itt. Már low minuszba megyünk. Hát mondjuk nem biztos, hogy jó ötlet behúzni magunkat oda a sártengerbe. És most húzunk magunkat. Húz, hallod? Automatikusan húz, de jó.
Meg. Ajaj. A Voron mindent megold. Ezért kell a diflop. Azért reszi rendesen a benyót. Na hát igen. Ez az út. Nem polondozz. Ez az út, de... Semmi tévedés. És hogy miért nem... Op. Fönnakadtunk a semmiben. Jó, itt váltsunk vissza egyel. Andor, egyébként de hogy nem jössz most, mostanában felénk? Ja, amúgy igen, van hely. Csak ketten vagyunk benne, most biztos nem dobnak ki a szerver. Mondjuk én még max egy fél órát maradok, úgyhogy... Tényleg? Hát tudod, mondtam, hogy én most átálltam ezekre a két órákra, ilyenkor szombaton bevállalom a két is felett. De... Jó, de az az öt óra, figyelj, még kedden is azt pihentem. Az a baj azért. Azt a szállítást gondolom megvárod, amíg én ezen végigmegyek. Hát nyilván, után. Persze. Hát persze, ne viccelj. Ha már osztom a betonlapokat. Természetesen. Most vagy mindjárt, most fogok mindjárt átugrani az egyik térképről. Végre. Figyelj, megnézem, beteszem N-be. Vagy autóba. Ugyanannyit teszik. Nem, az autóba... Jó, hát állás közben... jó. Akkor a szoftver nem pontos, mert ugye autóban egy kicsit többet fogyaszt elvileg. Ja, ezt kell nyomni. Mert ugye az a hidrodinamikus tengely kapcsoló, meg van valamennyi. Jaj, de ne káromkodjak mi. Ne, nyugodtan. Aztán majd beszélhetünk a Stauffer zsírzókról is. Hát, ja. Basszus, a zsírzót is meg kell állítanunk, ugye mindenit. Így. A hülyeséget nem jön belőle a zsír. Így. Még egy kicsit. Nem arra. Na, még egy kicsit. Az. Na, én most lépek át a kariba amúgy. Ilyen. Az jó. Úgyhogy már egy térképet legyőztem. Ilyen, ez így tökéletes. Elengedtük. Ilyen. Szupi. Ez az. Fasza. Ó. Állj. Most merre kéne menni. Nem, csak nézem, hogy merre kell. Hát ettől tartottam. Itt erre. Van benzinkút? Hát a query-be van. Igen. Igen, oda akarok menni. Na hát ott van. Föl kell ezen az úton menni, de szerintem igen, ez a fölfelé vezető úton van a benzinkút. Jó, van, innen... A3C, mondja az orosz. Ami valószínűleg gázt jelent. Gész. Bár nem tudok oroszul. Tanultam. Akkor már ketten vagyunk. Pedig te idősebb is vagy, mint én. Hát mennyivel? Nem tudom. Anyas vagy te, disznó. Nem így mondják? Egyébként tudod, hogy hanyas vagyok. Mert benne van a nevembe. Ja, hát akkor öttel, igen. Neked még esély? Hát, mondjuk nem nagyon, neked sem nem volt esély. Nem voltam már az a generáció. De még sorkaton, ahol lehettél volna. Hát igen, csak amúgy meg nemzetiségi faluban nőttem föl, ahol meg a német nyelv volt. Ja, és azt kizárók? Hát nem tudom, nálunk csak az volt a suliba, heti 6-ot tanultunk, 6 óra németünk volt. Ja, de nem úgy, hanem a sorozásra mondom. Ja nem, a sorozásból pont kimaradtam szerencsére. Abból is. Ezen csak végig még a betonúton, jó. Ezen a mappen. Upszi. Nem, pont kimaradtam, amúgy én voltam a határ. Aha. Ezt előttem lévő évben. Furcsa, minket még elkezdtek sorozni. Hát jó, elkezdték volna, de már nem. Ja, a sörkotana. Jó lett volna, de...
Amikor az kicsit para volt. Amikor rádiósnak mentem, rádiós tisztnek mentem volna valószínűleg. Mert addigra meg volt a rádiomotor engedélyem. Aha. Ez pedig értékes lehet. Például a távíró bajnokságon is szerepeltem, nem mindig voltam első. Na. De volt szerepeltél, ez jó. Országos harmadik helyezés. Aha. Meg van budapesti második ifiben. Azt hiszem. Nem mindegy, már régiek azok az érvek, már én is emlékszem. Talán igaz se volt. Ennyi, hogy mentem volna valószínűleg rádiósnak azonnal. Hát, az talán jobb is, hogy nem lett belőle. Mert? Hát azért ott... Mi? Nem tudom, az... Nem tudom, mennyire izgalmas az a... Ja, hát ezt én sem tudom, de gondolom nem olyan... Csak nem olyan szopatás. Hát nyilván a kiképzés mindenki kap. Hát azért ott sem volt mindegy, hogy alapból, ugye, hogyha egyetemre mész, akkor ugye te nem ezért rohangáló, hogy hívják el, szőrös, nem szőrös talpú, hanem na, micsoda. Gyalog. Igen. Sorkatona. Private. Nem, hanem, na mindegy, tehát egy alacsonyabb rangú sorkatona leszel, hogyha ha nem mész egyetemre, mint hogyha egyetemre mész, akkor... Vagy legalábbis úgy volt, hogyha egyetemre mentél, akkor tisztként is kezdtél egyből. Vagy nem tisztként, de na hát, tehát egészen más képzést kaptál. És akkor itt ácsingó volt be. Ó, anyám, azért ez egy kemény. Ja, ez elég hosszú a timer misszió, főleg most, hogy izé. Vissza kellett volna. Hát ezt tudtuk volna, akkor mert tényleg az kellett volna, hogy hozol még többet. Hát itt jó. Itt áll egy teherautó. Valakinek valamilyen. De itt van egy misszió is hozzá. Mihez? Hát ez a teherautó, itt a quarry végén. Ja, de igen. Nem tudom, mi az micsoda, de nem mentem rá, mert most nincs idő erre. Nincs idő! Menni kell. Azaz. Tehát a fél órába bele kell férnem, akkor még oda kell jutnom. Hát ez meg lesz, figyelj, simaliba. Már kettőt kiraktál négyből? Na, itt az átjáró. Én meg itt szépen akkor mindjárt megtankolom jó, magam, mert... Megjelenek Zimnagorszban. Ilyen. Töltök. Nem tudok föltenni izét? Arra nem lehet. Iiii, az X akadna rád. Jó, akkor... Ugye? De a másikkal, várjál, másikkal felveszed, ott áll mellettem. Igen. És akkor abból át tudsz tankolni. Igen, ez a terv. Nem tudok menni! Tudom, egy késleltetéssel látom csak, hogy mi a terv. Ez, hogy nincs elég hely. Hát ez bolond. Mire nincs elég hely? Mögötted nincs elég szabad hely, valamiért azt mondja. Az fizikai hely, tehát valaminek neki menne. Mégis mi az atya úristennek, itt nincs semmi. Az nem tudom, mert egyenesen rakja fel az idióta. Na és így? Mit mondasz? Kedves barátom. Na így megvan, ó, atya úristen, komolyan. Úgy meg be tudod rakni? Jó, így megvan. Komolyan, ezt a logikát, ezt... Logikám kikezdhetetlen, tudod? Hagyjad. Na, és akkor indulunk tovább. Akkor egyet föl kell venni ott. Ilyen. Akkor mi lenne akkor, hogyha egyből föl is vennénk? Á, ott most elég sziklás. Aztán ide. Jó van, ez nem olyan vészes. Ezt hamar meg lesz. Szerintem. Hamar. Még jó, hogy a jó gumival jöttem. Ja, hát ez ilyen nagyon sárnadagasztató gumik. Ez nagyon. Ez arra van. Egyébként ez mi dönti el az 1-es, 2-es, 3-as közül melyik a jobb? Mondtad, hogy az 1-es tegyem föl. Megmutatom a titkot. Várjál, megpróbálom megkeresni, most nem tudom pontosan. Miért vagyok reverse-be? Micsoda? Semmi, auto reverse-be ment hirtelen, bocs. Nem tudom. Nem tudom, miért váltogattam a váltóval, és átment rükibe.
Miközben egy emelkedőn állok. Na mindegy, szóval a mintázat is számít. Aha. Az a lényeg. Hát, ide tettem azt a papírt? Nem. Mindegy, van egy ilyen táblázat, amúgy egy értéktáblázat, ahol meg tudod nézni, hogy melyik minta az mennyire viszi az adott terepet. Ugye nyilván ugye ez a sára igaz, a legjobb, tehát a legfontosabb az a sár. Hát az a paraméter. Igen. Mert ugye mindegyikre ugyanazt írja, hogy ez good, ennyi. Hát igen, hogy igen, az de azért az nem teljesen good. Ja. Jaj, jaj. Bár most amúgy nagy részét nem sárba tettem meg, hanem úton. Itt mibe tudtam én elakadni? A semmibe? Jó, ott volt egy ág. Értem, értem. Az más. Egy ágba se került elakadni. Hát. Ágról szakadt lett. Kis kezit csókolom. Szóval, amikor minket soroztak volna, volt egy ilyen pszichológiai teszt. Uh-huh. Illetve hát nem volt teszt, hanem hogy gyakorlatilag ugye egy pszichológiai vizsgálaton kellett átesni. Uh-huh. És akkor így nagyjából az volt a, nem tudom nálatok milyen volt a teszt, mert sok mindent hallottam évfolyamtársaktól, hogy mindenféle ilyen pálcika emberes marhaság volt, hogy három pálcika ember van egy csónakban, és akkor kettő közel van egymáshoz, és akkor hogy ilyen kérdések, hogy mit gondol nem ezt akartam. Mit gondol az egy külön lévő, hogy akkor a másik kettő az mondjuk meg akarja őt ölni, meg ilyen állatságok. Igen, 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 igen. Ez meg. Igen. Dulva. Tehát ilyenek voltak, nálam konkrétan az volt, hogy a csóka így kinézett egy ilyen kis résnyire nyitott ajtón. Melyik az? Ez. És megkérdezte, hogy szoktam-e magam rosszul érezni, vagy furcsán érezni, és akkor így mondtam, hogy hát mostanában nem. És akkor így jó, azt mondta, hogy oké, rendben, akkor ennyi. És akkor, alkalmas. Igen, és így hát jó, oké. Na, közben ezt mindegy, mondjuk is ágyútól tegyeknek lesz. Ja, én megyek majd a zébe. Bordóba. Ja. De csak kérdenként kell. Ja. Na. Egy szép fordulás. Aztán fogjuk meg. Legalább amíg megfordulunk. Ups, nem borulunk, ugye? Kedves Vorongrád. Így szoktam becézni a Voronkát, hogy Vorongrád. Ez nagyon szar volt. Hello! Itt állsz előttem, vaze. Igen. Nekem itt kell mennem a település felé szintén. Akkor jó. Ugye, segíts csak. Ugye így szoktam lejönni a hegyről. Hát. Igen, kinek hogy? Segítsek, várjálak meg? Nem csak befordulok valahogy, csak most lehet, hogy segítek egy kicsit vincsel. Ha van vincs point. Tudod, tanultuk, hogy kell kisebb hogy? Turning radius-t csinálni. Hát AVD. Bevincselsz magadat. Ajá, itt vagyok. Figyelj, gyere, itt vagyok. És akkor meghúzlak. Ajá. Avval a póttal. Azért mondom, hogy mi a bajod a póttal? Most egy kicsit tolas vissza. Baszod. Micsit? Jó lesz ez. Hidd el nekem. Jó, nem kérdezek semmit. Felmászok az útra. Oké. Így csináltam útkor is. Ez elég nagy kör, de meg lehet tenni. Itt felmászok az útra, az jó van. Oksa. Te is oda mész, ahol én. Igen, egyébként igen. Menj előre. Ja, jó, kösz. De lassú. Én is. Most tele vagyok áruval. Tele vagy, mint a daily busz? A daily busz, mi? Na, most már egyáltalán nem megyek sehova. Mert faszom elkapar. És nincsenek winch pointok. De, vannak. Á, de, ott van.
Gyerünk, nyomás a fél felé. Látod, én mondtam, hogy előre megyek neked segíteni. Nem ezt mondtad. Nem hittél. De mondtam. Mondtad most, hogy menjek előre én. Jó, de először felajánlottam, hogy megyek előre, ja. És akkor majd jó kis winch point. Na, leszek. Megy ez felfelé. De már följöttem. Akkor jó, akkor várj már meg. Várj már most meg. Álljak. Nem, de úgyis menj nyugodtan. Ja. Semmi baj. Egyébként én úgyis más felé megyek. Tényleg? Egyébként tényleg. Tényleg? Te nem jössz vissza a városba? Vagy mi ez de a város, én, az csak a... én a másik... Eletre? De. Csak nekem most más küldim. Ja, jó. Egészen igen, más. Mert én most a híthoz hozom ezeket. Én meg itt szépen elmegyek elmerre. Op! Jó. Opika, várja. Itt most hol már? Jó, erre. Eljönk. Ottana. Ottana. Oda bele. Ja, itt vagyok, jó van. Csak be kell látni a kanyar. Igen. Hát, abszolút nem vagy messzi. Ja, itt van a kanyar mellett, csak nem látom. Na figyelj, akkor itt jöhetsz át a hídon. Na, hála Istennek. Nem, most teszem le egy. Videó? Nem tudom, lehet, lesz valószínű. Azaz. Vaz. Yeah, ez a jutalmunk. Láttad, jó. Hogy hegesztenek? Igen, de úgy, hogy csak te mentek ott, nem tudjuk, hogy be van. És hegesztenek. 3008, hát az annyi, hogy az utánfutó került, amire elhoztam. Hát nagyjából, és gondolhatod, hogy ez egyébként hard módban mennyire kifizetődő küldik ezek. Na, és akkor most mi jön? Tajga, figyelj, megnyílt egy új köldi, a Drilling Equipment Delivery. Igen? Oversize Cargo 1. Vajon melyik az? Container 2. A warehouse-ból lehet konténert vinni olaj, az olaj mezőhöz. Aha. Ami a híd máskodán van, aha. El van mentve. Egyel. Viszek egy ilyen cargo konténert, ha akarod, de jó. Most már nem mi. Hát. Mennyire? Hova kell levinni? Mennyit akarsz játszani? Föl az északi részre. Hát figyelj, egy még szerintem belefér. Jó, de akkor nem, a pótot lerakom, vagy nem tudom, hogy vigyek pótot. Én csak félek, hogy meg fel, hogyha illetve akkor elhagyom a pótomat megint. Ez a cargo konténer, az mekkora szerinted? Szerintem az kettes, valószínűleg azt el tudok vinni kettőt. Az oversize az biztos nem. Figyelj, akkor csinálj meg a cargo konténert, én meg megcsinálom az oversize-ot. Jó? Ó, kettes, azt mondja Andor. Van egy seismic vibrátor is, mi? Várj, ez nem az. Hol vagyok? Nem ezt nézem. Nem tudom, milyen vibrátor csinálsz ott, de... Nem, van egy másik misszió is, ami most... Amihez kell vibrátor. Na, én akkor... nekem ahhoz semmi közöm. Egyébként ez hol mutatja, hogy mekkora egy ilyen cargo konténer amúgy? Sehol. Andor mondta. Ja. Egyébként fönt kettőt. Van a Google-in. Itt van a warehouse, fölvegyek kettőt, akkor ebből... Te meg majd fölveszed. Hát ha föl tudsz venni, akkor igen. Hát van pótom. Szóval, ha nem. De jó helyre jöttem. Akkor viszont... Ja, úristen. Viszont hogyan? Jó, ez itt jó lesz. Baszod. Jó. Nagyon jó. Ne, most mit csinálsz? Jó, és akkor kivincseljük innen. Jó, emeljük, mivel kell emelni? Másikkal kell emelni. Igen, a táblázat. Én is csinál, vagy ez én egyébként altabból ki szoktam váltani, csak most streamben nem jó. Milyen táblázat? Hát, hogy megmutatja, hogy melyik kárgó mekkora. Ja, hát jó, megnézem, figyelj, itt vagyok, mivel úgy is autó kellene. Ha másom, akkor ránézek. Fölmegyek oda kocsira, aztán nézem. Feltéve, hogy megvan, hogy hol van a bejárat, ennek a szar. Megvan de hogy tudok bemenni, be se férek az ajtón. De. Itt van a cucc. Te nem fogadtam el a missziót? Mi történt? Én elfogadtam. Csak még nem aktiváltad. Igen. Ja, hogy nem aktiváltam. Mert én elfogadtam, mert nekem az az aktív. Drilling equipment delivery. De. Tracking, jó. Cargo management. Ja.
Bizony kettő hosszúak. Na hát Andor megmondta. Fölvarak a kettő. Akkor ezt úgy csinálom, hogy átmegyek a hídon. Melyiket csináltam, basszus? Jaj, side quest volt. Jó, oké. El is felejtettem. Többre balra, és aztán úsz. Szóval egy focsolyat. Merre érdemes menni? Ott er. Hamar. Andor, jók ezek a gumik. Én legalábbis érzem, hogy van. Nekem jobban tetszik. Oké. Okay. Közben írta Andor, hogy ilyen vallásos küldetésem van missziókon. Jaj. És milyen a vallása? Egész jó. Ja, az a hallása, bocs. A hallása, igen. Milyen a hallása? Római katolikus. Bizony. Na, megszentségtelenítjük ezt a hidat gyorsan, az újat. Oh yeah. Már most telibe? Hi! Jelte meg felpokolt, hogy mind a kettőt megtaláltad. Persze, hát ez semmiség volt. És akkor én meg, akkor pont itt van az a terautó, ami nekem kell majd. Az over, ami az oversize-hoz kell mi. Igen. Az, amely mindjárt átmegyek ott. Az valószínűleg 4-es lesz akkor. Jó, éljen. Jó, have been promoted, 27-es van. És akkor most azt mondjuk, hogy change track. Azaz, és akkor ebben átmegyünk. Recover-be. És megnézzük, hogy... Ott a jó motor. Milyen jó motor? Hát a jobb motor. Ja, megkapod a legjobb motort. Na. Te nem tudom eddig miért nem az volt, de... És a low sandal az jó is. Andor, szerinted milyen trailerrel vigyem el? Mondj nekem. Adj nekem valamit. Flatbed semi, nem? Hogy? Flatbed semire 5 ráfér, ki ezzel elbírt. Hát jó, csak hogy melyik a legjobb terep képességű, azért az nem mindegy. Ja. Na. Ez minden, mizet, bazen. Minden. Ez itt nem betomány út, mint ahogy rajzol van. Nem? Ne, az ott nagyon nem. Minden vizes. Legyen az a step deck. Steddek szemivel? Az nem túl nagy? Hát jó, de most figyelj, 4-es... Jó, végülis igen, 4 rá. Csak ez a gooseneck, de az meg nagyon szar. A gooseneck? Hát az túl széles. Az nem baj. Nem. Az sokkal szélesebb, de baj, hát a szélesség, az elférés. Akkor inkább a steddek tényleg. Jó, oldalfalas kék lesz. Az a legjobb. Oké. Ja, igen, standard. Ja, hát figyelj, mi megnézzük. Jaj, már megint ez a buta izé van itt küldetés. Melyik? Semmi azért. Ja, mindig visszatér. De ez hol van ez a túz? Hogy be kell szedni. Nem ez. Ez kell. Az fönt van ott a hegyen, azt majd, majd egyszer megcsinálom. Megremegett a trailer. Meg a fogyasztásom is. Rápakoltad? Aha. Kicsit úgy. Ahol van az oversize cargo, ezt hol vetted fel? Itt a garázs mellett. Ugyanott? Ja. Na ezért kérdeztem én azt a gooseneket. Nem a gooseneket, hanem a másikat. Figyelj, lehet, hogy akkor mégiscsak
Én ezt lepakolom innen. És elhúzok vele. Igen, mert ez, hát már most ilyen izé billeg össze-vissza, az meg nagyon-nagyon. Igen, heavy a szélesebb, és arra gondoltam, hogy inkább azt. Meg tudok ennyivel fordulni? Nem. Persze, hogy nem. Miért is? Na, és akkor mutatom, hogy én melyikre gondoltam. Nem a Super Heavy. Ez. A Step Deck. Ez tök jó széles. Nézd meg, Andor. Én most ezt fogom választani. Nincs elég hely. Oh. Nem már, hát most... Alacsonyabb az alacsonyabb, akkor a súlypontja is alacsonyabb az jogos. Amúgy. Jó felé jó. Igen, igen, az elég jó volt. Csak mászok oda fölfelé. Vagy az nem gondolod, hogy... De akkor melyik heavy-vel kéne menni? Amit írtál. Super, de nem heavy ez, hanem a... Ez hármas, ez nem jó. Nem tudom, Andor, melyikre gondoltál. Hát az nagyon... Ez biztos, hogy fönnakadna mindenhol. Generátor. Gooznek, azt nem szeretem. Figyelj, legyen a klasszik. Hol van? Följebb. Bevállalom. Ez. Miért? És miért nincs neki elég hely? És komolyan. Menj egy kicsit előrébb, hátra az jobb lesz. Nem, ezt hozza. Ezt fel tudom tenni. Most komolyan átugrottam. Na végre, köszönöm. Ezt megpróbáljuk leszállítani. Vagy ott van ott valami járművet a környéken, nem ugye? Szerintem. Persze. A darus járművet az hol hoz, hol hagy? Azt ott hagytam. Hol? Mert? Hát itt? Ott lent, délen. Nem kellett volna? Nem, csak azért, de pont úgy. Azon gondolkozom, hogyha... Hogy van az Oldfieldről, ahova megyek, kell hozni valamit el. Úgyis vissza kell jönnöm az utánfutó miatt leadni. És akkor elhozok-e valamit innen. Csak ezen gondolkoztam. De ugye ezt le kell venni valahogy rólam. Hangosan gondolkoztam. Hát nem tudom. Mert ugye tankolunk. Recoverülök akkor már. Minden csepp gallon számít. Apcíja. Sörcíj? Hm? Sörci? Nem, sörcinek nincs. De viszont a szigeten most már csapolnak Hőgárdent. Na, milyen szigeten? Hát a Szentendre szigeten, ember. Ja. Szerinted hol lakok? Azt hittem, hogy a Szentendre másik szigetre gondolsz. Ja nem, itt lakok a Szentendre szigeten. Amúgy ilyen tavasszal, nyáron nem rossz hely, hogy el akarod hozni a gyereket. Uh-huh. 2 éves már lehet, hogy élvezi a strandot. Az már 1 évesen is élvezte. Sőt, fél évesen is. Mert itt van hivatalos strand is. Aha. Egyébként itt is van, még nagyon reklámozták is, hogy a római fürdő megnyílt az év nyilvános strand, meg mit tudom én mi. Hát... Nem. Jó, hát itt fönt így egész jó. Azért akarom kipróbálni egyszer majd
Egyik munkatársam mondta, hogy ott van ez a... milyen strand? Leányfalui strandon... Öjj, belenéztünk a konténerben, nincs benne semmi. Láttad? Nézd bele! Nem. Nézd csak... Várjál, még nekem késelted. Ja, látom. Jó, hát. Ja, nem, itt ez egy Dunai strand, itt ez egy szabad strand. De hivatalos, tehát egy vízminőség is állattal, meg minden. Na, most elkapta. Van tapadás. Ezerrel. Ott van ilyen éjszakai fürdőzés is. Tényleg? Ja, ott van. Igen, ott van. Péntek és szombat éjszaka. Mi voltunk már többször. Általában ilyen eléggé retrós történet. Az, az olyankor csak az ugye van, mikor a melegmedence, mert közepes. Az van, hogy most átépít. Hát meg mentem egy lépcső. Most átépít. Ne, már elakadtam van be. Most átépítik, úgyhogy most az öltözőik elég. Hát puritánok. Egy ideig konténerbe kellett öltözni. De attól oké. Okay. Épp viszek egyet. Arra felé. Gondolod. Én már leraktam kettőt. Na, kell itt valamit felvenni? Vagy lehet? Nem, csak lerakni nem, ugye? No cargo to load. Nem áll. Na végre. Na. Nem lehet felszedni a semmit se? Nem látok semmit. Nem lehet felszedni. Hát figyelj, akkor indulj vissza, és akkor szembe találkozunk. Jó. Egyszer csak. Nekem is vissza. De itt mi van? Várj, ki tudok menni, vagy csak meg lehet kerülni. Meg kerüljen, megnézem, mi van itt. Megnézem, mi van itt. Te jó hangja volt. Minek? A sebváltónak. Ja, meg... igen, ennek eléggé kerregős. Megszámoltuk a fogaskerekeket. Ez mindig így rakja. De már szoktam ilyen a sofőr. Hát, én CVT-vel már ilyeneket hála Istennek nem tapasztalok. CVT-sed van? Uh-huh. Hát a Corolla hibrid az olyan, hogy CVT-váltó van. Ja. Hát, ez király. Úgyhogy... És kamu sebességet CVT, vagy rendes CVT? Rendes CVT. Mert ugye sokan gyűlölték őket. Könyvben hát, mert agyatlanul használták, hát ez. Nem, hogy hát nem szerették, hogy ugye csak nyúj a motor, mint egy érdekóban. Senképpen tetszett a hangja. Hát jó, akkor most ez... Csináltak rá ilyen hamutadeségeket, amiket beváltogat. Ez nagyjából egyébként egy hét megszokni, tehát most... Hát, ó, hát azért itt örülök, hogy nem a keskeny trailerrel jöttem. Tényleg? Mhm. Átlátnád itt mi volt. De hát, amúgy én jó felé jöttem. Ugyanoda jössz, ahova én. Ugyanoda jöttünk. Persze, igen, csak én viszek egy oversized-ot. Igen, látom. Itt zörög mögöttem. Most az első damage-et is megkaptam. Másodikat. Üresen olyan virgoncom, mert én már damage-el egy kicsit, de fején nem volt damage-em. Anyád, válts már vissza, hát... Négyesbe próbál törgetni a bizonyfetűt. Ja, ezért shift-vet nyomod, akkor bevált. Igen, igen, ezt csináltam. Csak ezen a kormányon az egyetlen hátrán, hogy elforgatod, akkor ugye már ki vannak a gumbuk is ezzel. Ja, hogy kormánnyal nyomod. Én kormánnyal nyomom, igen, bár most egy kicsit ilyen hibrid módban, mert nem raktam ki a tévére, ahogy szoktam. Ja. Na, azt mondom, hogy nézte a tévét. Hát te hol jössz? Jaj, te nem arra jössz, amerre én. Figyelj, nem erre jöttem. Én itt lefelé jöttem a nagy úton. Át a városként. De miért erre jöttél, ember? Azért, mert én máshonnan hozom az árut. Ja. Hát tudod? Viszont én a trailer store-ba akarok visszajutni. De az fönn is van tényleg, akkor mehetek arra, amerről jöttem. Te erre is mehetsz. Hát át lehet menni a folyón? Át. Akkor megyek. Némi húzavonával, de át. Na, váltsál szépen. Gabonával lesz winch point, vagy nem lesz? Szokott lenni, itt ott amott. Én meg erre jövök itt.
Mindjárt szembe találkozunk, mert látlak is. Nem, mert én az alsó úton megyek, meg a felsőn, azt gondolom. Itt vagy. Ja, ott vagy, tényleg. De te gondolom a felsőn mész. Hát persze. Nem tudom, hogy mennyire lesz. Ott vannak vizek. Jó, hát. Amerről én jöttem, ott nem volt annyi víz, ahol most jöttem át. Hát figyelj, kell a kihívás. Még úgyis van egy csomó benyom. Na jó. El kell pusztítani. Adjunk a környezetvédelemnek. Munkát. Üjjjj. Hallom, nincs hangot. Nem, hát. Charles, Charles, Charles. Hát nincs elgetszik. Nincs elkedek. Jaj. Izé, motort szerelgettem, és ugye kivett belőle szívva a kis motorolaj. Uh-huh. Mert ilyen van rajta a motorolajpumpa. Kézzel hajtogatni. Tehát, hogy neked ugye alá nehezen mész egy ilyen motornak, hogyha be van építve. Hát jó, nincs sok hely. Van ilyen külön kis kézipumpa, amivel ki lehet pumpálkatni. És, na már jár, amit merre legyek, aztán folytatom a sztorot. Vajon, én csinálok közben nappalt, jó? Inkább te vagy győzhetában is. Hát jó, csak hogy én is lássak valamit, meg hogyha esetleg valaki nézi a streamet, akkor az is. Rosszabb az a köd, mint a izé, mint a csökökköd. Na jó ez, jó ez. Na, és hogy volt, ugye van beszerelve plusz, ugye van beszerelve ilyen üzemanyagszűrő, uh-huh. ami lecsapatós, mert ugye vizet le kell csapatni. Uh-huh. Az, amit mutattam a fotóját, az ilyen, hát ilyen sárga tútyúval volt tele. Aha. De ugye hát ez azért van, mert a dízel, bár az autóban jó, de vizes környezetben azért fel tud venni vizet valamennyit, uh-huh. és elkezd algásodni. A hajókban van külön algagátló, amit teszel a dízelhez hozzá. Ne hülyeskedj! Hogy ne algásodjon a dízel. Igen, mert ugye az, a tetején úszik a dízel, de hogyha az aljára kerül víz, már pedig kerül, mert csak vizes környezetben van. A más nem párából, és amúgy rájöttem, hogy mitől. Hopp, hopp. Hey, videó! Bocsi, nem szóltam. Azt hittem, hogy nem lesz, de... Oh, warehouse is now available. És hol van az a warehouse? Felvenni? Hát az ott. Hol? Nem, ez nem az. Igen, ez a warehouse. Itt csak lerakni lehetett. Hát nézd meg, az is egy warehouse lehet. Hát de itt... Akkor nem. Itt nincs semmi. Most... De... Ha megszűnt a sárga nézet, akkor tényleg nincs semmi. Hát de itt nincs bár semmi. Itt a sárga nézet. Na szóval az a sárga trutyi, az valószínűleg az volt, hogy a dízelbe bealgásodott és vagy betrutyisodott. Na igen, és azt legtöbbször az volt, főleg tavasszal, amikor mentem le, hogy elindítottam, és idő után meggyűlt a víz benne. Aha. Mert több volt a víz, és a lecsapató az aljába, az üvegtégelyben mutattam, abban összegyűlik a víz, ezt le kell engedgetni. Supply and demand? És ez mi? Mit aktiváltál? Ja, csak fölvettem azt a izét, küldit, nem? Faktoriba és vehicle spare parts. Hallod? Na, és aztán rájöttem, hogy azért vizesedik, mert a tanknak van lélegzője, mert ugye a hőmérséklet változat hatására a dízel valamennyi tágul, uh-huh. meg összemegy, és ugye, hogyha reggel, este napi ciklus, még télen is valamennyit szuszog, kibe lélegzik a tank. Uh-huh. És hát az viszi be a párát a párás levegőből. Ja, persze. Azért csapódik le, mert szuszog a tank. Hát figyelj, ez itt egy fúrótorony lesz, ez nem egy warehouse. A warehouse ja. az valahol máshol van. Szerintem. Ja, szóval... A warehouse igen, ott van. De most valahogy ott, ahol cargo management van, milyen cargo volt, ezt megnézted? Mihol? Ott most voltál. Ott nincs az ég egyvilágon semmi, ide nincs. Majd az oil rig hát drill. De volt ott cargo management, megjelentek is. Igen, oda lepakolni lehetett eddig. Csak lepakolni. És majd itt az lesz a küldi, hogy ide behozzuk szépen ezt az oil rig drillt. Ja, és akkor itt majd lesz egy fúrótorony, és akkor majd hiper-szuper lesz mindenkinek, és... Ja. És éjjel, és halleluja. Na, úgyhogy én ezzel az üres trailerrel most már indulok visszafelé. Mhm. Ja, ja.
aztán... aztán leszettem az üzemanyagszűrőt, kitisztottam, és ugye a motort meg ugye ki kell emelni ahhoz, hogy a váltót hozzáférjen ebben. Uh-huh. Néztem, hogy a hátulján is van egy ilyen szűrő a motornak, tekerem le az motor, ugye nincs benne motorolaj, mondom, jó lesz, kicserélem az olajszűrőt is. Hát basszus, az is üzemanyagszűrő. Mennyi van benne? Két üzemanyagszűrő volt, egy az utolagos beépítés, de van egy motorban is. Ah. Na és mondom, jó, de akkor hol az olajszűrő? Tudod, az ilyen letekerhető ilyen kartus, tudod, ezek az ilyen fekete szűrők. Hát ennek nincs olyan olajszűrője, képzeld el. Azt mondta így. És aztán megnéztem a leírásba, és egy beépített olajszűrő van, benne van a motorban, és egy ilyen fémháló, ez le kell mocogatni dízelben. Azt mondja, tehát ez nem dobós, nem papír, hanem fémhálós. Hazudik. Most el. Az igen. És tényleg megtaláltam, hát jó, nehéz volt letekerni, mert a tetején nem akart engedni aludt. De megtaláltam, és elhoztam, hogy ezt majd le kell mocogatni szépen az olajszűrőt. De hát ilyet sem láttam még. Hát én hajókban nem vagyok helyben sajnos. Hát le a motorom, jön, mert állítottam én. Hát jó, addig én sem voltam annyira expert, de hát neki kell állni. Egyszer meg kell ezt is tanulni. Egyszer mindent. Most már ilyet is kell szerelgetnem. Hát akinek hajója van, kérem. Jaktal viszi el a csajokat. Ja, hát a munkahelyre. Jó lenne. Már majd a nagyobb lesznek a gyerekek, akkor mennek kifatlak ideget is. Ó, köszönjük. Jó az. Imádjuk amúgy a vizet amúgy. Nagyobb legyen a gyerek. Az előző tulaj az már kicsi korától vitte a gyereket, mondta, hogy ők nem, hát tettek hálót, aztán a gyerek szabadon mászkál a fedélzeten. Hát igen. Azért adta el, mert vettek egy nagyobbat, mellett még egy gyerek, aztán azt is viszik. Hát, gondolkodtam egyébként hajós jogsin, de végül más lett a prió. Még néztem is tanfolyamot hozzá, meg mindent. De aztán hát másképp alakultak a dolgok. Ja, azért az meló, ezt megcsinálni. Hát, igen, meg pénz is valamennyi, nem olyan nagyon sok, de... Nagyon. Hát én nem ugye magyar jogsit tettem le, ami nem kell pénz volt, hanem idő is, meg szívás. Nem tud engedni. Egyik unokabátyám, ő olyan, hogy unokatestvérem, hogy ő neki gyakorlatilag mindenféle ilyen hajójogsia megvan. Egyszer küldött képet, hogy ilyen nagy óceánjáró fedvészéről, kormány mögül, hogy most épp nem tudom hova mennek, és így, hát jó. Na, hol a Trailer Store, mutassad, ez az. Na, én meg is vagyok a Trailer Store-nál mindjárt. Mindjárt én is ott vagyok. Le is tudom adni mindjárt. Remélhetőleg. Bajátomat. Ja, elég cuccos ez a jármű. Jaj, ne akadj el, ne akadj el. Fel. Hát, megúsztam, hogy elveszett volna. Jó, van még valami, amit akarunk csinálni? Nincs. Nincs, én még leviszem ezt a izét, trélert. Szerintem nagyjából a ennyi. A dokumentári film, ezt felvetted? Ezt a missziót? Föl. Az nem is tudom, hogy ez mit csinál. Mindjárt nézem. Azt mondja, hogy scout, visit the survey point. Ahhoz csak egy scout kell. És el kell menni egy survey pointhoz, ami nem volt messze attól, amire mentünk. Komoly. Ja. Van az abandoned car. Várjál, de hol van? Aha. 20. De az meg fenn van a hegyen. Jó. Mindegy, ezt majd megcsináljuk. Mindegy, mi legközelebb, arra járunk. Látom, azért az... Aztán lassabb... Nézem ezt az abandoned cart, amíg te eljutsz idáig, addig én megpróbáljak eljutni. Á, nem fogsz tudni. Mindjárt ott vagyok. Hát látom, hogy hol vagy. Megyek, mint az állat. Ezzel? Nézd csak meg ezt. Ez alatt fölérek oda a hegyen. Nem. Ez lehet, hogy fölérsz, de hogy vissza nem, az biztos. Hát jó, ha már húzom egy 5 métert, már őrébb vagy. De ja, amúgy mindjárt itt vagyok. Mindjárt ott vagyok, nem kell, szerintem.
Júj, ez nem kiárat. Mentem a bitumon a fa felé, hogy beton. És ez sárba négyesbe megy. Az igen. Na, ez itt már megint, hogyha van a vincses point. Azaz. Azaz! Na, nem ezt akartam. Jó, kell ide elmenni ez a felső úthoz. Ja, még a gateway után. Úgy furcsa egérre játszani, meg billentyűzettel. Csak az a baj, hogy kontrollerrel olyan faszul nyomják ki ezeket a winch pointokat. Az igen, az nagyon hülye. Én még azt mondtam, én itt a kormánynál is van inkább bukva átnyíló a touchpadre inkább, mert az van könnyű. Na figyelj, 2 méterre vagyok itt mindentől, úgyhogy... Tényleg? Na jó, hát tényleg. Mindjárt ott vagyok hát a főúton. Hát én azt látom, hogy még a benne vagy a medencébe. Vagy mi a folyó. Rosszul látod. Nagyon rosszul látod. Mert késleltetlen. Nem, a SnowRunnernek a térképén jól látod. Ez real time-ban van szer. Hát gondolom. Ja, azt nem néztem. Na most nyomatom hátra. Az a 4 másodperc azért, az sokat számít. Na most sok, igen. Jaj, ide kell már az új vas, komolyan mondom, annyira. Annyira para, érted, hogy itt nézem egyébként a gépnek az erőforrásait, hogy érted, itt 80% körül rohang, 80-90% körül rohangál a proci. A videókártya meg ilyen 60%-on pihenget, mert ugye megy a rögzítés, meg a stream, meg minden. És érted, így simán viszi a ultrában is. Félúton vagyok amúgy. Akkor várjálom meg? Mondom felfelé. Figyelj, szerintem... Szeretnéd megcsinálni? Mert nem tudom, mert csak úgy valamit csinálni. Jó. Az hülyeséget fognod várni rád. Hát dumálhatunk is közből kell. Hát a gyűjtés közül is szó. Hát tapasztaltuk. Na. És akkor már itt is vagyok. Ja, már le is adod mindjárt? Hát mindjárt, persze. Hát akkor szóval tényleg ennyi lesz. Na, én már nem érek oda. Na, én bent vagyok. Akkor recoveröljek? Hát figyelj, szerintem érdemes. Én is itt recoverölök. Elhagyom a garást. És akkor gyakorlatilag szerintem nekem... Ja. Ennyi? Ennyi volt már. Merre jársz amúgy? Ja, már bent vagy a garázsba? Én bent, elvileg bent. Nekem most már retaineltem is egy kocsimat. Ja, jó. Oké. Track storage azt mondja, hogy van egy darab, azokon. Na, tök jó. Cement delivery. És hol lehet itt felvenni? 4 darab cement. Cementet. Hasába. Jó van. Na jó van. Hát nagyon szépen köszönöm a segítséget. Ja, persze. És... Máskor is. Ó, akkor jövő héten ugyanígy. Hogyha ha ráérsz. Egy lesz így. Hát SnowRunnerből igen. Ugye úgy van, hogy keddenként van nekem ez a Deep Rock Galactic játék. Ajánlom figyelmébe mindenkinek. Nem a szokványos FPS-es, ilyen lövöldözős, de tényleg tehát tök jó változatos küldetésrendszere van meg minden. Úgyhogy ezt azt érdemes kipróbálni. Nem egy drága móka, mert én szerintem $10 vettem, tehát ez nem fog belehalni senki se. És ugye csütörtökön van a World of Warships, amikor csatahajókkal, meg mi egymással harcolunk az elemekkel, meg egymással. És ugye ilyenkor szombaton szoktunk tartani egy SnowRunnert is. Úgyhogy ez a menetrend. Csak most valamiért, pont néztem már azért Twitch-en, hogy kitörlődött ez a mai event valamiért, és így pingvineztem ott, hogy mit történt. Na mindegy, ez már részletkérdés. Úgyhogy legközelebb kedden, nem tudom, hogy tudsz-e nézni, vagy tudtok-e nézni. Kedden. De ajánlom magamat. Elvileg igen. Na, szupi. Elvileg igen. Nem tudom, most nem utazok szerintem sehol. Na, jól van.
Na, hát én el is köszönök akkor, és iratkozzatok fel az Instagramra. Kövessetek be Twitch-en. YouTube-on is légy szíves, iratkozzatok fel. Kis harangot megnyomni. Köszönöm a nézőidet. Köszönöm szépen. Én még lehet, hogy maradok, és gyorsan leszállítom azt a hülyeséget, azt a bazinagy. Hát de hogyha én kilépek, akkor... Ja, nem, saját játékban. Ja, jó. Oké, hát persze. Ugye, mert most éppen a szállítás, azért is mondtam, hogy kell egy új track, mert a legjobb, az a White Fest and Star, itt rajta van az a nehéz trailer, amit szállítanom kell a Drummond Islandről, tudod, van a... Tudom. A portban. Tudom. Ó, na, az egy jó küldetés. Vagyok, szóval azért ja. Sem akartam retainelni. Ja, úgyhogy szép estét mindenkinek, és jók legyetek. Kedden találkozunk. Sziasztok!